Szervusztok, ma nem főzni fogok, hanem most épp locsoltam a kis mangófámat, és eszembe jutott, hogy végül is ezt is megmutathatom, mert pont volt itt a mangó, a gyerekek most ezt tették ebéd után, hogy hogy kell ilyet házilag ültetni. Egy tök egyszerű pici trükkje van csak, vagy kettő. A lényeg, hogy ez 3 hónapos most, amit itt láttok, és hát ilyen kis nagyon cuki, szép, méregzöld levelei vannak. Én nem forgatom eleget, tehát látszik, hogy a nap felé, ugye így süti a nap, megy, de vagy most fordítva teszem be, hogy mind a két oldala egyformán fejlődjön. És ebből egy nagyon szép kis mutatós kis pici fácskát vagy növényt lehet itthon növeszteni, és abszolút lehet a bármilyen ilyen világosabb helység, hogy ahol sok fényt kap, nincs nagyon hideg így a dísze a lakásnak. Az ültetés az abszolút nem ördöngösség, ugye vesztek egy mangót, miután megpucoltátok, maximum 2 napig hagyjátok a magot száradni, mert hogyha tovább szárítjátok, akkor lehet, hogy benne tönkre megy a mag, és az már nem jó. Ezt most pucoltam meg, tehát hoztam most egy rongyot, ha egy kicsit megszikkad, akkor nem csúszik, akkor könnyebb dolgozni. Ez nem a mangónak még a magja, hanem a magot körbevevő kis védő burok. Tehát ebből ki kell nekünk matekozni, ezért ami pedig egy ilyen kis éles késsel így bele kell vágni ide ebbe a... És ha egy picit hagyjátok szikkadni, akkor könnyebb. De én úgy gondolom, hogy ilyen szakács vagyok, én csak nem fogom a kezemet annyira szétcseszni, és ugye nem szabad mélyen belevágni ebbe a burokba, mert akkor meg megsértjük a benne lévő magocskát. Tehát ezt most itt szépen végigvágtam, és így nemes egyszerűséggel itt már, hogyha így megvan vágva, így le lehet fejteni a magról, és mivel elég pici, benne nézzetek meg, itt van benne a mag, ez most viszonylag pici, ez amiben ezt csináltam, az nagyobb volt, és hogyha ezt kibontjátok, és nem penészes, meg ez a feketességes csak a magjából van, tehát hogyha nem penészes, akkor simán lehet vele dolgozni. Ezeket a kis barna részeket, ezt már rajta lehet hagyni, ezt nem kell leszedni. De látjátok, ez is lejön, tehát ha óvatosan lefejtitek, akkor ilyen gyönyörű, szép tisztára. Itt egy picit fekete, de szerintem ezzel nincsen baja. Ilyen gyönyörű, szép tisztára meg lehet csinálni. Most ebben elég pici volt a mag, pedig nagy volt ez a mangó. És akkor az a lényeg az ültetésnél, hogy én ezt egy kisebb edénybe tettem bele, tehát akár mondjuk ebben cseresznyemagot köpködtünk, lehet elkezdeni egy kisebb edénnyel is, de a lényeg, hogy meg kell nézni, hogy itt van rajta hát ez ahol a rügy majd megnyílik. Tehát itt ez, ha beteszed a földbe, akkor egy idő után itt szétnyílik a mag tök érdekesen, és az egyik oldaláról egy ilyen vastag, erős gyökeret enged ki, a másik oldalán meg belülről kezd el kihajtani ez a pici növény. És a lényeg, hogy ezt csak annyira kell bele tenni a földbe, hogy szinte még kilátszódjon a széle, a pereme. Tehát, de mondom, ez most ehhez képest, hogy miért ennyire pici, ezt nem tudom, mert egy ekkora mangóban ilyen ekkora mag szokott, tehát jó nagy mag szokott lenni. Szerintem ez már egy picit össze van. De próbáljátok meg, hogy minél frissebb legyen a mangó. Tehát valamikor én a Lidl-ben mutkó vettem olyat, hogy piros is volt, látszott, hogy még nem kezdett el összefonnyadni, mézédes volt, ez egy picit most soványkásabb, úgyhogy lehet, hogy ezt nagyon zölden hozták kell, és egy picit összement. De hát végül is plusz költség annyi van vele, amennyi a föld, meg ha találtok neki valami edényt. És a lényeg, hogy ezt így lepucoljátok, és akkor megnézitek azt, hogy az egyik oldalán van egy ilyen kis tüskésszerű valami, itt ezen itt van, és ezt így fejjel fölfele, most belenyomhatnám ide is, idáig el kell, tehát hogy épp hogy ellepje a föld. Annyira el kell ásni, és utána el kell kezdeni locsolni, és akkor nézni, hogy hát körülbelül egy olyan jó hónap, mire elkezd kihajtani. Mondom, ez a növény, ez most körülbelül egy olyan 3 hónapos növényke, de ez mire megnő, meg éves lesz, hát ebből lesz egy ilyen tök szép, mutatós, nagy növény.
Na, ennyit akartam igazán, hogy nem ezt kell beletenni a földbe, mert akkor még ennek szét kell rajta rohadni, az alatt közben ez bepenészhetett, hanem óvatosan úgy, hogy ne vágjunk bele a magba, ezt kell kifejteni belőle, jó? És akkor mondom, meg kell nézni, ezen is látszik, itt van ez a pici kis ilyen rügy kezdemény, hogy az álljon. És viszi, ja, és nem így kell, tehát véletlenül se így, meg így, vízszintesen, tehát ahol remélem nektek szebb lesz, mert most tök gáz, ugye nem láttam bele erről, hogy milyen. Ez általában egy picit nagyobb, meg nem ennyire láncos, szép sima a mag, és tök egyértelműen adja magát, hogy hol van ez a rügy, az álljon így fölfele, és a földig, hogy épp hogy csak, tehát még egy picit, ha kilátszik a teteje, az se baj, mert ugye itt kezdem majd gyökeret engedni, csináljátok. Jó, próbáljátok ki, nézzetek a neten utána, hogyha ez megnő nagyobbra, ez egy nagyon szép, nagyon mutatós kis növény lesz, hát termés nehéz lenne belőle produkálni, kéne hozzá egy melegház, amit egész évben süt a nap, és télen is van benne, vagy 20 fok, de arra, hogy itt az ablakba, vagy valahova szépen egy ilyen jó pofa dolgot, ami nincs mindenkinek, letegyetek arra tök jó, jó? Na, jelen esetben jó kertészkedést, könnyű földművelést, sziasztok!